Folyik a munka Hübner nyíregyházi gyárában. A nagy tradícióval rendelkező német cég a tömegközlekedési eszközökhöz, buszokhoz, villamosokhoz, vonatokhoz gyárt átjáró rendszereket, eszközöket Nyíregyházán már 22 éve. Hamarosan 8600 négyzetméterrel nagyobb területen teszik ezt. Épül ugyanis a cég új 4-es számú gyártócsarnoka. Legmagasabb pontjára szerdán került fel a Bokréta. Az ünnepségen a külgazdasági és külügyminiszter is részt vett, aki beszédében a magyar gazdaság fejlődéséről beszélt. Mára eljutottunk oda, hogy elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság átesett egy nagyon komoly dimenzióváltáson, és immáron nem egy termelés által orientált, hanem egy fejlesztések és kutatás által orientált gazdasággá vált. 2010-ben még szerintem kevesen tettek volna téteket arra, hogy 2019-ben az Európai Unió leggyorsabb gazdasági növekedési ütemével majd mi rendelkezünk. Márpedig ez történt. Tavaly is, és az idei esztendő első felében is Magyarországé a leggyorsabb gazdasági növekedési ütem az Európai Unióban. Ráadásul a teljes foglalkoztatást is elértük. A politikus hozzátette, Nyíregyházán mintegy 90 milliárd forintból indultak el fejlesztések az elmúlt időszakban. A mostani közel 3,5 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 844 millió forinttal járult hozzá. Bár a termékkör marad ugyanaz ezt követően is, technológiai tekintetben lesznek változások a termelésben. Egyre nagyobb trend az, hogy megpróbálunk egyre jobban automatizált, CNC vezérelt hajlítási, szabási eljárásokba investálni, tehát ebben van egy kis eltolódás. És a legnagyobb nagyságrendű dolog az, hogy ennek a beruházásnak a helye már megvan. Tehát arra a kapacitásra, amit ide a négyes sarnokba terveztünk, már a vevőinknek igénye van. Tehát jövő év márciusban nekünk egy hétre, napra lebontott költözési terv után már egy azonnali termelési beindításra lesz szükségünk az új csarnokot illetően. Az új csarnok jövő év február végére készül el, és a legnagyobb belső üzemmé válik a cégen belül. A termelés bővítéshez 125 új munkahelyet teremt, a létszám ezzel közel 1000 főre nő. A jellemzően fizikai kétkezi munkát végző új munkatársakat már fel is vették. Az igazgatásvezető elmondása szerint a választás több pályázó ország közül azért is esett Magyarországra és azon belül Nyíregyházára, mert itt jól képzett, motivált, energikus dolgozói állomány alakult ki az elmúlt évek során.